Itt van a kezemben két telefon. De várjál, ezek a kezeim. Itt van a kezemben két telefon. Ez a világ két legkülönbözőbb csúcstelója. Az egyik bazi nagy, a másik kicsi. Az egyiken van ütésállótok, a másikon nincs, csak egy karcáló matrica. Az egyiket a Samsung gyártja, a másikat az Apple. Az egyik ázsiai, a másik amerikai. Az egyiknél a kijelzőbe lóg a kamera, a másiknál csak épp hogy bepislog. Az egyiken van fólia, a másikon nincs. És természetesen az egyiken Android fut, a másikon iOS. Mindenben különböznek, egy dolgot leszámítva. Mindkettő egy rakat szar. Mindkettő egy 2019-ben megjelent csúcstelefon. Ebben a videóban nem csak e két telót hasonlítom össze, de velük szemléltetve szembe is állítom a két platform lényegét, mindezt úgy, ahogy ezelőtt még senki. Miért? Láttál már olyat, aki ezt így csinálta volna? Egyébként mindkét telóval úgy vagyok, mint a feleségeim lennének. A szívemhez nőtt az egyik, a szívemhez nőtt a másik, de mindkettőt eladom, hogy legyen pénzem egy harmadik. Egymás után használtam őket, mindegyiket kb. 9 hónapig. Tehát ennyi idő alatt két gyereket is kihortattam volna. Most, hogy karácsonyra mindenki olyan mobilt kapott kb., amilyet szeretett volna, úgy érzem, eljött az ideje annak, hogy elbizonytalanítsalak benneteket afelől. Biztosan a számotokra legmegfelelőbb mobilra esett a választás a készülék megrendelésekor. Miért olyan a kezem, mint hogyha egy izé lenne, egy halnak a seggéből jött volna ki, na mindegy. Egy kis telót könnyebben tudsz egy kézzel kezelni, amíg a másik kezeddel a táskád, Nerf pisztolyod, vagy épp a délnyugat-ugandai sámán maszkodat fogod. Vagy, ha tömegközlekedésen utazol, a másik kezeddel tudsz kapaszkodni. Erről is akartam felvételt csinálni, de nem mertem elővenni a kamerát a buszon, mert féltem, hogy kikapják a kezemből. De ilyen felvételeket is csinálhatsz, tehát mindenképp előny, ha van egy szabad kezed. Egy nagyobb teló esetében ezek az előnyök nem adatnak meg. Cserébe viszont, ha beáldozod mindkét kezed, kapsz egy közel mozivászonszerű élményt. Tehát élvezheted a filmnézést, mintha egy moziban lennél. Elképesztő! Ha már igaz, hogy a nagyobb telefon kijelzőjét nem éred át, és mindkét kezedre szükséged van a használatakor, a kijelző kezelésekor nagy segítségedre lehet a Stylus, amit a Galaxy Note 10 mellé adnak. Igen, ez tényleg sokat segít, már átérem egy kézzel is. Beszéljünk egy kicsit az S Penről. Ez a Samsung saját stylusza, mely a gépbe van építve és el van látva egy gombbal, tovább egy mozgásérzékelővel. Ez papíron tök sok hasznos funkcióval járul hozzá a teló használatának élményéhez. Például a kamera appban használhatod távkioldóként. Ezen kívül lehet vele zoomolni, köszönhetően a mozgásérzékelőnek. És persze váltani is tudsz vele a kamerák között. Jó, most viccen kívül, a Stylus egy teljesen más telós élményt ad. Például biztos ismered az idegesítő érzést, mikor az ujjad letapad a kijelzőre, mikor tapogatod. Na, ennek a kellemetlenségnek búcsút mondhatsz. Ha úgy döntesz, csatlakozol a Note felhasználók szektájához. Mert akárhogy is nézzük, ezek szekták! Már csak maguk a jelzők, hogy iPhone-os meg Androidos. Az egyetlen Stylushoz köthető extra funkció, amit használtam is, az a gyors jegyzetek, ami úgy működik, hogy alvó állapotban kirántod a varázspálcát, és már jegyzetelhetsz is. Ennek viszont az lett a végeredménye, hogy 9 hónap alatt... That's the new prince? Ennek viszont az lett a végeredménye, hogy 9 hónap alatt végtelen mennyiségű irománt gyűlt össze, melyeknek a felét vissza sem tudtam olvasni. Összegezve ez egy nagy ötlet, kényelmesíti a felhasználást, és nem is értem. Más gyártók miért nem állnak elő hasonló megoldásokkal, de mindegy. És most jöjjenek a hasonlóságok. A gyártók rendszeresen emelnek át elemeket egymás rendszeréből. Bizonyos helyeken olyannyira egyértelmű a hasonlóság, hogy az én pofám égne, hogy videót csinálok ezekről. Szóval inkább beszéljünk picit a hardware-ről. Hasonlóság például, hogy ami az egyikben megjelenik idén, az a másikban is meg fog jelenni egy-két év múlva, és ugyanígy fordítva. Például a Samsung modelljében van egy kamerarendszer, ami a háromdimenziós környezetet tapogatja le. Ezt a rendszert használja például a fotózáshoz, vagy a kiterjesztett valósághoz, ami nagyon király, szipi-szupi, studio. Bár igaz, hogy az iPhone 11-ben még nincs ilyen király 3D letapogató, cserébe viszont van benne 3D-s arcfelismerő, ami pedig történetesen a Samsungban nincs. Ott a biztonságot a kijelző alatti új lenyomatolvasó biztosítja, amire az iPhone felhasználóknak megint várniuk kell. Az iPhone 12-vel az Apple-nél is megjelent a térszkenner, amit a cég a mai napig beépít a telefonjaiba. Ez visszafelé is működik, tehát mikor kivesznek egy funkciót, például amikor elhagyták a fülhallgató csatlakozót az iPhone-ról, vagy egy-két év elteltével már nem találtál olyan telót, amin lett volna külön fülhallgató csatlakozó. Szóval nem kell aggódni, senki nem marad le semmiről, amiről meg lemaradunk, arról mindannyian lefogunk. Tényleg, volt már vajon olyan ember, aki az S Pen helyére próbálta meg bedugni a fülest?
Van pár dolog, amit nem értek, de mivel ennek a videónak nem az a címe, hogy dolgok, amiket nem értek, ezért csak egy-kettőre fogok kitérni. Sokan oda vannak az Android kínálta plusz funkciókért. Ilyen funkció például az osztott kijelző. De ezt tényleg van, aki ezt használja? Nem arról van szó, hogy nem tudom elképzelni, hogy vannak emberek, akiknek jól jön ez a funkció, hanem sokkal inkább arról, hogy ez a funkció egy darab szar. Most, hogyha erre még rányítod a billentyűzeted is, akkor ez így néz ki. Ha ez PC lenne, akkor olvashatnál egy ekkora ablakban valamit, miközben egy ekkora ablakban írsz. Egyszerre. Most pedig, mivel még nincs szponzorom, kénytelen vagyok a videó ezen részében saját magamat szponzorálni. Aki pluszban támogatná a fennmaradásomat YouTube-on, annak mondom, persze úgy, hogy mindenki más is hallja, hogy a feliratkozás gomb megnyomása után érdemes egy kicsit balrább is keresgélni. Hát ha megbillen a mutató ujjad egy rettentően ocsmány, de annál hasznosabb kék gomb felett. Csak mondom, hogy lehet, hogy meg fog történni, bár igazság szerint nem vagyok jó, szóval... Erre fel, megosztok veletek egy titkot, amit normális esetben csak tagoknak mondanék. A Szingapúrról szóló videóm, ami a harmadik videóm volt, és amit 50 000-en láttak, na annak a jegyzetét és a szövegének egy jelentős részét ilyen apró ablakokban szerkesztettem, az osztott kijelzőn. Ennyi eszem volt. Persze az iPhone-on is vannak ilyen hülyeségek, mint mikor megpróbálsz kijelölni egy szöveget a kijelző tetején, és az ujjad által kitakart szövegrész, mikor megjelenik az érintési felület fölött, pont az arcérzékelő mögé esik. Ekkora hülyeséget. Ez a belógó felső rész egyébként a Face ID nevű funkcióért felel, ami kicsit más, mint az egyszerű képalapú arcfelismerés, mint amivel a Note 10-ben is találkozhatunk. Ebben a részben itt van egy 3D-s arcletapogató rendszer, amit nem feltétlenül így kell elképzelni. Ez baromi gyors, biztonságos, és azt az illúziót kelti, mintha a telefonod nem is lett volna lezárva, mégis csak a te kezedben oldódik fel. Van viszont két hátulütője. Az egyik csak azokat érinti, akik kihúzott képernyőn néznek filmeket. Előfordulhat, hogy a belógó szenzorok fontos elemeket takarnak ki a filmből, így megnehezítve a cselekmény megértését. Érted, nem látom, mit takar ki, lehet, hogy valami tök fontos részlet. Mindezek mellett az iOS rendszerét sokkal megfontoltabbnak és átgondoltabbnak érzem, de ez csak az én személyes élményem. Azt tudjuk, hogy az iPhone-nal hasonló árban lévő androidos telefonok is ugyanezt a sebességet hozzák, mint az iPhone-ok. Aki nem hiszi, keressen rá, tele van a net lassított felvételekkel, hogy hány tized másodperc a különbség. Amiről viszont nagyon keveset hallok, az a hátlap csúszósága. Ami baj! Teljesen más technikával kell fogni egy matt és egy csillogós felületű eszközt. Előbbinél az Okinawa szigetén oktatott, kisújon ülős, ninja markolásos technikát. Még ez utóbbinál a lebegő vákumtenyér technológiát javaslom, persze indonéz alkimista stílusban. Mert hogy az üvegnek vagy a zongoralakszerű műanyagnak van egy baromi jó tulajdonsága, mégpedig az, hogy tapad. Tehát a cucc feküdhet az ujjaidon, ezáltal sokkal távolabbra elérsz az üvegujjaddal. Ez a technika egyáltalán nem működik a mattelóknál, mert az ujjaid nem tapadnak a hátlaphoz, a telefon pedig kicsúszik a kezeid közül. A kérdést, ami úgy hangzik, melyik telót érdemes venni? Mindenkinek magának kell megválaszolnia. De ha már itt vagyok, röviden elmondom, nekem melyik jött be jobban és miért. Mindkettő szar! Szerintem mind a kettő megfelelően van árazva. Értem ezt úgy, hogy egyik készüléknél sem éreztem azt, hogy nem érte volna meg a pénzem. Ez egy technológia, ami arról szól, hogy a saját tenyeredet alakítja át a mindenség tudásának szent templomához vezető portállá, olyan végtelenül bonyolult módon, amit nem is igazán értesz, és talán soha nem is fogsz megérteni. Az én véleményem az, és akkor most lehet diszlájkolni a videót. Mondd csak, mi a véleményed, te elmebeteg, mondjad! Szóval az a véleményem, hogy inkább hagyjál békén és vegyél olyan telót, amilyet te akarsz! Egyébként indítottam egy új gameplay csatornát, elég gyér, de azért itt van néhány jelenet. Csillácska? Te miért nem vagy iskolába, hallod? Beleolvadsz a textúrámba, mi? Ennek a gyereknek iskolában lenne a hely. Ja? Nem raktam le még iskolát. A few moments later. Most ezt az utat kéne növelni, de ahhoz le kéne rombolni az iskolát. Legyek olyan jó arc. Legyek olyan jó arc, hogy leromboljam az iskolát. Hát lerombolom a francba. Elférünk ketten azon a blokkon, szerinted, haver? Egy picit menj már odébb. Egy szíves. Kösz. Ah, de jó itt. Most már megértelek, hogy miért itt állsz. Adsz egy puszikát. Amíg sorban állnak és fizetik a pénzt, addig oké. Okay. Ha ráhánynak, annak úgy nem örülök. Tehát ott már valaki ráhányt. Hát mondjuk ő rövid nadrágban van.
és egyszerre lépnek, mert rétest akarnak. Én végül az iPhone mellett döntöttem, mert a munkámhoz szükségem van azokra a funkciókra, melyekkel ez a készülék rendelkezik a videógyártás terén. És így a videó végére már csak egy gondolat marad bennem. Kétféle ember létezik ezen a földön. Az egyik, aki iPhone-t használ, és a másik, aki még ennél is hülyébb.